Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ezen a képen látható egy lovas. Mivel állarcot visel, nem látható, hogy ki ez a személy, azt sem lehet tudni, hogy milyen szándékokkal közeledik. Ez lehet tulajdonképpen egy nő is. És mivel ő ezen elgondolkozik, tudja azt, hogy itt lesz mozgás, vagy valami, valaki közeledik hozzá, de most nehéz konkrétan döntéseket hozni, mert ő nem tudja azt elképzelni, hova vezet ez a helyzet. Az is lehet, hogy így közeledik hozzád, állarcot visel, nem mondja azt, hogy mi a terve, de szeretné, ha pörögnének az események. És mivel itt ezen a kártyán a levegő eleme látható, az a kommunikációra utal. Tehát keresi a kapcsolatot, keresi a beszélgetéseket, de nem közli nyíltan azt, amit ő tervez. A következő kártya utal az ő érzelmeire. Ezen a képen látható az egész világ. Gyakran arra utal, ha valaki boldog, és ilyenkor a legszívesebben átölelné az egész világot. Amit ez a kártya még jelenthet, utazásokat, külföldi kapcsolatokat, de itt érzelmekről van szó ennél a második kártyánál, tehát ő szereti ezt a mozgást, vagy kívánja azt, hogy hamarosan utazni tud. Ez lehet egy belső út is. És akkor megvan ez a kisugárzás, amit a képen ez a hölgy mutat. Ennek van szimbolikus jelentése. Ez lehet az ő fellépése, az ő kisugárzása, vagy megvan köztetek ez a vonzalom, ez az energia mező, és ő ezt érzi. A következő kártya mutatja azt, hogy mit közöl veled. Ezen a képen látható egy lovas hintó. Itt lehet utazás is, és akkor összefüggésben áll az egész világgal, külfölddel, külföldi kapcsolatokkal, az lehet, hogy ő tervez egy utazást, közli veled, és meghív téged. Amire ez a harmadik kártya még utal, az irány. Kell, hogy kezünkbe vegyük a dolgokat. Vagy ő irányítja az eseményeket, vagy elvárja tőled, hogy te irányítsd ezt a lovas hintót. De melyik irányba? Van a fehér ló, és van a fekete ló. A fehér ló előre tekint akadályok nélkül. A fekete ló viszont visszafele tekint, és az utal a múltra. És ha így van, akkor vannak emlékek, gyakran fájdalmas emlékek, és ezek a korlátozások lassítják az eseményeket. Vagy ő dönt most, vagy elvárja, hogy te hozz döntéseket. Én úgy gondolom, itt lesz egy közös irány, és közösen fogjátok vezetni ezt a lovas hintót, és itt lesz köztetek egy kapcsolat, egy új irány, egy kiút, egy új lehetőség, és ebbe az irányba kell tekinteni, amit ez a fehér ló mutat. Amit ez a kártya még jelenthet, sport vagy autó, mert itt mozgásról van szó.
És most megtekintjük a napi kártyát. Érdekes, hogy ennél a kivetésnél lovakról van szó. Az első kártyánál is, a harmadik, és itt ennél a negyedik kártyánál is. Ez utal mozgásra, egy irányra, de lehet egy utazás is. És ezt jelentheti a második kártya, ahol mi a világot tekintjük. Tehát ez áll most a középpontban, hogy legyen egy utazás, vagy egy költözködés, legyen mozgás, legyen egy új irány, egy új lehetőség kettőtök számára. Ezek a lovas férfiak utalhatnak személyekre is, új kapcsolatokra. Az első kártyánál nem lehet tudni, hogy ki ez a személy, azt sem, hogy mit akar, de itt a napi kártyánál már látható, ez lehet egy férfi, egy új kapcsolat, vagy valaki a baráti körből, a családból, lehet egy kolléga is, amit még ez a kártya, ez a napi kártya mutathat, hogy vedd te a kezedbe a dolgokat, irányítsd az eseményeket, és ő követni fog téged. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.